Az úszás diákolimpia körzeti döntőjén a járványhelyzet és egyéb megbetegedések miatt idén kevesebben tudtak részt venni, mint az előző években. Ennek ellenére a Pollák Mihály Általános Iskola, a Kazinczy Ferenc Tagiskola és a Dózsa György Tagiskola diákjai is megmérettették magukat a versenyen, de Berentéről is érkeztek tanulók. A diákolimpia rendszerében megvan az alap első, második, harmadik és negyedik korcsoport. Ez szerint rendezzük itt is természetesen a versenyeket, illetve három úszásnemben úsznak a gyerekek, a gyors, hát és a mellúszás, illetve a végén, hogyha sikerül összehozunk, akkor egy váltóversenyt is próbálunk megrendezni. Az első korcsoportban 50 méteren, gyorsúszásban, valamint hátúszásban Bukó Lora, gyorsúszásban és mellúszásban Fignár Huba, hátúszásban pedig Csabai Martin bizonyult a legjobbnak. A második korcsoportban első helyen végzett 50 méteren, gyorsúszásban és hátúszásban Kerékgyártó Panna, gyorsúszásban Tóth Gellért Endre, hátúszásban Samu Levente, mellúszásban pedig Jancsurák Botond. A harmadik korcsoport legjobbjai 100 méteren, hátúszásban Robins Ella, gyorsúszásban és mellúszásban pedig Deák Levente. A negyedik korcsoportban 100 méteren a lányoknál gyorsúszásban és hátúszásban Bede Zsófia, mellúszásban Nagy Csenge Dominika, a fiunknál gyorsúszásban és hátúszásban Cakó Marcell, mellúszásban pedig Garázs Zsolt szerezte meg az első helyet, így ők jutottak tovább a megyei döntőbe, amit február 4-én Miskolcon a Kemény Dénes uszodában rendeznek meg.